Egy nagy szúnyog! Nem amúgy szinkronizáltam. Csá mindenki! A sapka miatt nem szeretnék sokat magyarázkodni. Inkább csak... Van egy alkalmazás, amivel elvileg egyszerűen lehet pénzhez jutni, pénzt keresni. Egy pár szót hallottam róla, hogy ez micsoda és hogyan működik, viszont abból nem szeretnék nektek semmit sem mondani, mert nem teljesen biztos, hogy pontosan úgy van. Kipróbáljuk videóba, megnézzük, hogy micsoda, és gyertek el a Nagyváradi videós találkozóra! Ezt egyébként komolyan mondom, július 6-án lesz most 2019-ben, 5 darab videós lesz ott megtalálható. Sajt 32, Owen McKendry, Paula, Doggy Andy és jó magam. Szóval július 6-án Nagyváradon, a Silver Hotelben 25 nap, 13 óra, 38 perc, 54 másodperc múlva, még ezt is leírja a weboldal, hogyha megnézitek, ott van leírásban, megtaláltok róla mindenféle információt, ott leszünk. Sokat fogunk utazni, hogy külföldi nézőkkel is találkozhassunk. Remélem minél többen eljöttek. És hoztok nekem chipset. Na de most nézzük akkor most már ezt az alkalmazást. Az alkalmazás neve az, hogy NIMSES, ez egyébként telefonos alkalmazás, csak én most gépen fogom használni. Meg kell adni a telefonszámot, ezzel kezdődik, hű de jó. Milyen országi vagyok? Hol van Magyarország? Az M betűnél. M. Makedónia. Az nem Magyarország. Na, ez már egy mínuszpont. A H betűhöz rakni Magyarországot. A telefonszámomat beírtam, küldjék ki a kódot. Hát én már ezen nem tudok tovább jutni. Attempt unsuccessful, your device might be unsuccessful. Nem bírtam elolvasni. Most letöltöttem telefonra, megpróbálom ott is, hát ha ezzel így működik. Aha, egyből. Srácok, nem fogjátok elhinni, hogy mi történt. 50 percet ültem itt, és fölvettem ezt a videót, viszont a telefonon a felvétel meghibásodott, és lehetett valamit rajta javítani, van egy javítási lehetőség, rányomtam, kihozott egy felvételt, ami 49 másodperces. Nem 50 perces, 49 másodperces. Szóval már teljesen beregisztráltam ebbe az alkalmazásba, megvan minden, fullosan megcsináltam a videót, de most akkor újra elmagyarázok mindent. Itt van a profilom, Uborcraft lett a nevem. Wow! Az a lényeg, hogy én egy user vagyok, egy felhasználó, és ez a user, ez az én rangom. Itt különféle rangok vannak, mindjárt megkeresem, hogy hol lehet a rangok. Itt van, igen. Én egy user vagyok, és különféle rangok vannak, van itt ugye human, persona, izé, tödödő, és az, hogy human legyek, pár embernek el kell fogadnia azt, hogy én egy igazi személy vagyok, és így lehetek human. Aztán, hogy humanből persona legyek, ahhoz 40 darab jelölést kell kapnom. Aztán igazából a többi is ide le van írva, de most nézzük tovább. Az alkalmazásnak az a lényege, hogy gyűjtsük a nimeket, aminek ez a fura E betű a jele, ami ott van fönt a bal sarokban 643 mellett. Nekem 643 nimem van, alapból 500 nimmel kezd egy ember, és percenként egy-egy nimet kap. És ott mutatja, hogy today, ma mennyi nimet kaptam, már 144-et gyűjtöttem, ez azt jelenti, hogy 44 percet ültem itt, mert percenként egy-egy nimet kapok, a 100 az meg egy hirdetésből jött, mert megnéztem egy videót. Akkor is tudsz nimet kapni, hogyha a videókat nézel, mi meglepő. És 2 nimet vesztettem, azt majd mindjárt elmondom, hogy hogyan. Aztán van itt ilyen dominim, ami egyetlen egy dominim, az 684.000 nimmelnek felel meg, vagy 120 eurónak, vagy egy évnek, tehát hogyha vársz egy évet, akkor kapsz egy dominimet. Vagy ha ügyes vagy, akkor hamarabb is bírsz szerezni, vagy veszel nimből, hogyha annyit gyűjtesz, vagy mit tudom én. És megmutatom, hogy gyűjthettek gyorsan nimet. Ide mentek a More-ra, lent jobb oldalon, rámentek a saját profilotokra, és utána. Itt is van, hogyha legörgetünk, akkor itt láthatjuk az embernek a posztjait. Én kiraktam Jürgenről egy posztot. Mármint hát igazából egy képet. Itt van ez a kép, egy nagyon előnyös kép, és aláírtam, hogy hétfő reggel. Hűha. Egy ember már meg is nézte, egyetlen egy ember, ú, de jó vagyok, ott mutatja. Aztán itt van még egy olyan bal oldalon lent, hogy people, ha rányomtok, akkor itt behoz egy nagy térképet, vagyis a világ térképet behozza a háttérben sötét színben, és lehelyez bizonyos helyekre embereket, vagyis igazából pontosan oda, ahol ők vannak. És nyilván azokat az embereket, akik használják ezt az alkalmazást, és mutatja, hogy milyen messzire vannak tőletek, meg hogy melyik irányba vannak, mert ugye ott van a térkép, mutatja, hogy ott van alattam Domaszék, jobbra Szeged, fölöttem Szatyma, de várj, én szegedi vagyok, akkor ez hogy működik? Hát jó van, lehet, hogy nem mutatja olyan pontosan, de azért hát szerintem így is elég durva. És akkor itt volt ez a srác, erre a srácra nyomtam rá, mert ő van hozzám a legközelebb, 5,5 km van, és pont elérhető volt az előbb. Bekövettem itt alul, ezt itt mutatja, várjatok, megmutatom, hogy unsubscribe-olok, hogy megmutathassam azt, hogy így kell subscribe-olni. Rá kell nyomni a subscribe-ra.
fő vagyok iratkozva. Most már 2 darab követője van ott egyébként, minden profilnál kiírja alul, hogy hány követője van, hány darab embert követ ő, és hogy hány látogatója volt eddig. Chat. A chatet megnyitottam, és azt kérdeztem, hogy csá, kapok sört. Csak mert a srácok képén valami sörrel mutogatja magát. Na, aztán itt fönt a jobb oldalon, ott egy piros pötty van mellette, ott a plusz embernél. Itt lehet, azt írja itt, hogy ha 3 embert meghívok, és ők megcsinálják ugyanezt, akkor kapok 30.040 nimet. Csak nem tudom, hogy ez az ugyanez most azt jelenti, hogy ők is meghívnak 3-3-3 embert, és azok is megcsinálják ugyanazt. Várjál, paradoxon. Nem, itt szerintem arra gondol, hogyha meghívok 3 embert, és ők is beregisztrálnak. Talán. De nem biztos. Nem hinném, hogy ilyen egyszerű 30.000 német azért nem. Szerintem, hogy meghívok 3 embert, és ők 3-an is meghívnak fejenként 3-3-3 embert, és azok is beregisztrálnak. Egyébként itt van lent egy kód 0A98G2. Amikor regisztráltok be, akkor van egy rész, ahol kér egy ilyen invitation kódot, bocsánat, nem invitation, invitation kódot, azaz egy meghívó kódot, ahova én nem írtam be semmit, mert nekem nem volt semmiféle ilyen meghívó kódom, viszont talán ez a 0A98G2, ez az lehet, és nem tudom, hogyha beregisztráltak az alkalmazásba, akkor hogyha lehet, én nagyon megköszönném és örülnék neki, hogyha páram beírnátok oda az én kódomat. Nem tudom, hogy akkor kaptok-e pluszba valamit, vagy én kapok-e valamit. Viszont majd meglátjuk. Ha tényleg páram beírjátok, aztán eltelik egy kis idő, készítek egy következő videót, akkor már több mindent tudok erről az alkalmazásról mondani majd. Aztán, ha itt rámegyünk a City-re, legbal oldalon, akkor itt lehet hirdetéseket nézni 100-100 nimekért. Ha itt rányomok az adra, akkor most elindulna egy hirdetés, de nem nyomok rá. Illetve itt van a többi embernek a posztjai. Lehet ilyen gifeket, kis rövid videókat, képeket, szövegeket kiírni, kirakni, és aztán ezért kapják az emberek a nimeket, hogyha mások ezeket nézik, szerintem legalábbis. Mit csináltam? Rányomtam kétszer. Most adtam 2x 10 nimet neki. 30. Ja igen. Á, értem. Akkor így lehet nimet kapni, hogy rányom valaki. Aha, mekkora. Akkor itt az emberektől függ, hogy mennyire jó lelkűek, hogy mennyire adományozó lelkűek. Itt be lehet követni az embereket, föl lehet rájuk iratkozni, aztán követed így a profilját, azt amikor ő rak ki képeket, te rányomsz, ha nagyon tetszik, akkor rányomsz a plusz 10 nimre, aztán adtál neki 10 nimet, ami neki jó, mert később beválthatja, vagy kiválthatja igazi pénzre talán valahogy. Aztán itt van az én 10-esem, azt nem tudom adogatni, nézzük volt itt. Aha, le is vette azt a 20-at. Na, visszatérve erre a -2 némre, amit mondtam, hogy majd mindjárt mondom, hogy az ott micsoda. Az a lényeg, hogyha kiraktok egy posztot, azt úgy tudtok, hogy idejöttek a More-ra, vagy a saját profilotokra, valahogy megkeresitek. Itt lent a plusz jelre nyomva középen. Itt tudtok vagy posztot írni, vagy jelenleg készült képet, vagy videót kirakni, vagy olyanokat, amik már alapból rajta vannak a telefonodon. Aha, megnézzétek, mi van ide írva. 636 nimem van, ez azt jelenti, hogy 967 ember láthat most engem a térképen rákeresés nélkül. Tehát, hogy itt van a térkép, nézzétek, hol van, a People-nél van a térkép, és itt 965, vagy nem is emlékszem már mennyi, elfelejtettem, ember láthat engem összesen, gondolom, hogy nem tudom hány kilométeres rádiuszú zónán belül. Minél több nimen van, szerintem annál bővebbé tágul ez a rádiusz, és annál több ember láthat engem. Csodálatos, viszont ettől függetlenül szerintem ugyanúgy meg tud találni akárki az egész világon, csak itt a térképen nem lát feltétlenül. Úgy, hogyha itt rányom erre a kis mi ez nagyítóra, aztán itt beírja a nevemet, ami nem más, mint hogy Ubor Craft. Ugorcraft, rákeres, és itt is van legfelül. Ja igen, meg már kiírtam egy posztot is. Ezt figyeld, eredeti játékok letöltése, fp.hu/. Olcsó játék. Kirakom mondjuk ezt, a kocsiról egy képet, odaírom alá, hogy nem kicsi kocsi Suzuki. Kicsi kocsi Suzuki, erre nem kell sokat költeni. És itt van, hogy posztolhatom 2 darab nimért. És ha erre rányomok, akkor ki is posztolja. 2 darab nimért. 3 látogatón volt már, azt a mindenit. Hogy pörögnek itt a dolgok? Gyors, rakjunk ki még egy képet. Amíg van nim, nyomassuk a képeket. Arra lennék kíváncsi, hogy egy videót szerintem valószínűleg több nimbe kerül kirakni. Vagy hát nem biztos, lehetséges, hogy nem. Itt is van. Én használom az indexet. Mindenki más a BMW találkozón. Zura lesz. Ez vagyok én. Poszt.
Kettő nimbe kerül ez is. Jó, tökéletes, most már kim van 3 darab képem is, szóval srácok, hogyha telepítitek az alkalmazást, akkor azt is megköszönöm, hogyha használjátok azt a kódot, amit így egy jó pár perccel ezelőtt mondtam, illetve hogyha az emberek között itt az iránytűnél megkerestek engem és bekövettek és nézegetitek a képeimet. Nekem már az is elég, nem is muszáj nimet küldenetek, csak hogy nézegessétek, és mert én ezt nem tudom, lehet, hogy használni fogom. Sőt, valószínűleg használni fogom, mert ez tök mókás. Látom, hogy hányan látták egy képemet, lehet itt írogatni és csetelni. Nagyon jó, nagyjából szerintem mindent elmondtam, amit az előző 50 perces felvételben is. Vagy hogyha nem, és eszembe jutna, akkor azt utólag a komment szekcióba leírom, legfelül lesz az a komment mindenféleképpen, tehát azt rögzíteni fogom. Feltéve, ha tényleg van valami, ami kimaradt és fontos. Hogyha nem, akkor zura. Vagy ha van kérdésetek, akkor azt is írjátok meg, és hogyha tudok válaszolni, akkor megpróbálok rá. És ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyomassatok rá egy lájkot mindenféleképp, és azt is írjátok le, hogy mi a véleményetek erről az alkalmazásról, meg hogy kipróbáltátok-e, illetve hogy szeretnétek-e róla még látni videót, vagy hogy szerintetek használjam-e, követtek-e ott szívesen, vagy nem. Rátok bízom, írjátok le a saját véleményeteket. Én köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot nektek. Sziasztok!